Egy kisebb, vagy nem is annyira kisebb jubileumhoz érkezett a nyuszi futás. Szombaton már 30. alkalommal várják a sport és szabadidős rendezvényre azokat, akik egy kis mozgásra vágynak. Az elmúlt 3 évtizedben változott a program, de jó ideje már az állandóság jellemzi a nagyszombati délelőttöt. A programokon változtatni már hosszú évek óta nem változtatunk, hiszen ez nagyon jó bevált program alakult ki, egy kellemes nagyszombati délelőttöt szeretnénk biztosítani a résztvevőknek, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, és a programok természetesen inkább a gyerekekről szólnak, hiszen a programban elsőként az óvodásokat fogjuk elindítani egy 400 méteres körre, aztán az alsó tagozatosok fognak futni 400 métert, majd a felső tagozatosok, és van az igazi slusszpoén, hiszen az utolsó programunk az a családi futás, a családi futásba pedig kézen fogva kell egy felnőttnek és egy gyereknek át szakítani a képzeletbeli célszalagot. Ahogyan az már megszokott, a futás mellett számos kísérő programot is kínálnak az atlétikai centrumba kilátogatóknak a szervezők. Itt lesz az ország egyik legnagyobb ugrálóvára, ami tavaly is itt volt, és új helyszínen az atlétikai centrumba kerül megrendezésre a nyuszi futás. Minden egyes versenyszám után eldurran a cukorágyú, és természetesen itt lesz a Tapsi Express, a sétálóvonat, és ezen is minden alkalommal részt vehetnek azok, akik egy-egy távot teljesítenek. Minden gyereket megajándékozunk, és minden felnőtt mellette még tombolát is kap, tehát a gyerekek is tombolát kapnak. Az esemény végén fél egy óra magasságába viszont egy hatalmas nagy tombola sorsolás lesz, ahol több mint 100 tombolát fogunk kisorsolni. Nagyon sok ajándékunk van, én bízom benne, hogy nagyon sokan ajándékokkal fognak hazatérni. Bár a nyuszi futás szabadtéri program a télies időjárás miatt, csak úgy, mint tavaly, az atlétikai csarnok lesz a helyszín. Nyíregyházáról és a környező településekről több mint 1000 résztvevőt várnak a szervezők.